Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Tiszaigar polgármesterét, Szilágyi Lászlót. Üdvözlöm, polgármester urat, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Üdvözlöm én is, és köszöntöm a televízió nézőket és a rádió hallgatókat. Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya számos ponton több intézkedést vezetett be. Hogyan fogadták a település lakói ezt? Én azt gondolom, hogy a kormány valóban idővel meg tudta fogni az intézkedéseket, és el tudta kezdeni. És sajnos látunk nagyon sok ellenpéldát, ami itt akár a környező országokban látható. Én azt gondolom, hogy tényleg a példát vett itt nagyon sok ország rólunk ezekkel a bevezetett intézkedésekkel. Én azt gondolom, hogy itt a pici település révén egyszerű falusi emberek laknak a településünkön, mégis kellő súllyal vették ezeket az előírásokat és elvárásokat. Én azt gondolom, hogy ott a kellő komolyság mindenképpen megvolt, túl sok kihágást, illetve ellenvélemény nem tapasztaltunk, megértették, hogy őértük szól, őértük hozta a kormány ezeket a döntéseket. Én azt gondolom, hogy ezzel nincsen probléma a településen. Hogyan valósul meg önöknél a digitális oktatás? Igen, nálunk is bevezetésre került a digitális oktatás. Én azt gondolom, hogy zökkenőmentesen működik a településen. Egy szülő jelezte, hogy őneki nincsenek meg a infrastruktúrális feltételek, hogy otthonról tanuljon a gyermek. Így ez a gyerek bejár az iskolába, és ott kapja meg a kellő oktatást. Vannak szülői vélemények, vannak pozitív és vannak negatív vélemények is. Sajnos, tehát sok szülő jelezte azt, hogy hát itt valóban azért mellé kell ülni a gyereknek, és elég sok energiát, időt elvesz tőlük. Ezáltal a munka, akár a háztartás kicsit háttérbe kerül. Ez sajnos egy ilyen helyzet, ezt tényleg azt mondom, hogy túl kell élni, át kell rajta menni, nem tudunk mit csinálni, tehát ezek a szülők is ezt elfogadva persze megteszik a szükséges dolgokat. Kicsit nehéz volt egyik pillanatra másikra ez az átállás, ezekben az esetekben, de én azt gondolom, hogy belerázódnak ebben. A nevelési intézményükkel óvodában mi a helyzet? Vannak a gyerekek? Nincs az óvodában gyermek, a dolgozók még bejárnak, mennek most azok a munkátok, amik eddig esetleg úgy elmaradtak, mennek a fertőtlenítések, tisztítások, készülnek az új kreatív játékok, eszközök, tehát készülnek fel a következő időszakra a dolgozók. A közétkeztetést hogyan oldják meg a településen? Nekünk saját konyhánk nincsen, Tiszafüredről kapjuk az ebédet, ott készíti a vállalkozó. Itt az önkormányzat vállalta, hogy bemegy az ebédért, és személyesen kiossza a gyerekeknek, illetve az időseknek. Kialakulást használunk a szociális intézményben végzik el, és utána két autó pedig bejárja a települést is, és mindenkinek elviszük az ételt. Az idős vagy egyedül élő embereknek kik és milyen formában tudnak segítséget nyújtani ebben az időszakban? Igen, hát megkerestünk minden veszélyeztetett korosztályú lakost, és megtettük a szükséges lépéseket ez irányba, hogyha ha szükség van ránk, és akár bevásárlás, gyógyszerkiváltás, és minden egyéb teendőben keressenek minket bizalommal. Ez én azt gondolom, hogy eddig is működött, hiszen a szociális intézmény kapható volt erre is, és folyékony volt itt a segítségnyújtásra. Ez azután is így működik, tehát én azt gondolom, hogy ez is működik. A veszélyhelyzetben milyen fórumokon, milyen sűrűséggel tartják a kapcsolatot a térség országgyűlési képviselőjével, F. Kovács Sándorral, és a megyei közgyűlés elnökével, Huba Imrével? Én azt gondolom, hogy folyamatos a kapcsolattartás, és megbeszéljük minden szükséges teendőt és tennivalót. Bár nekik azért ettől sokkal fajsúlyosabb a dolgok, hiszen a megye is az ország védelmét kell nekik biztosítani, és ebben kell dönteniük, de hálások vagyunk, hogy ettől függetlenül azért itt a térségi településekre is jut idejük. Polgármester úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen én is, és hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy kívánjak mindenkinek nagyon kellemes húsvéti ünnepeket. Bár ez a húsvét nem olyan lesz, mint az előző években, de én azt gondolom, hogy itt a locsolkodást és a készülődést azért majd későbbekben mindenképpen be tudjuk bútolni. Köszönöm szépen!
Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon. Viszontlátásra!